Vásd velünk valóra! A műsort a Raiffeisen Bank támogatja. Sziasztok! Ez itt a Mérlegen, a HVG üzleti podcastja. A mai adásban Visi Zoltán, a RedMent a társalapítója lesz a vendégünk, akivel arról fogunk beszélni, hogy milyen szerepel lehet a mesterséges intelligenciának az oktatásban. De előtte lesz még egy rövid támogatói tartalom, melyben Garzsi Attilával, a Vossz elnök helyettesével beszélgetek arról, hogyan tudja a mesterséges intelligencia támogatni a kisvállalkozások életét. Tartsatok velünk, de előbb nézzük a híreket. Te mit hoztál ma, Dorina? Hát szokás szerint egy kérdéssel fogok kezdeni, gondolom meglepődtél. Nagyon. Neked van preferenciád arra, hogy melyik napszakban szeret szavazni? Szavazni? Most tudjuk így meg, így hogy nem is szavazni. soha nem gondoltam bele. Igen, nem, szerintem nincsen, ahogy alakult. Gondolom attól is függ, hogy dolgozol-e nap. Hát igen, az eléggé befolyásolja a dolgokat, hogyha délután kettőre be kell érnem, akkor jellemzően előtte. Ugye egy hét van hátra az amerikai választások, higesők mindig kedden tartják a választást, ami egy fokkal bonyolultabb mondjuk a munkavállalók szempontjából, mint nálunk a vasárnap. Viszont ott már 28 tagállamban törvény kötelezi a munkavállalókat arra, hogy biztosítsanak időt arra, hogy elmenjenek szavazni az emberek. Ó, biztos nagyon, sok, nagyon nagy sor van sok helyen, ezért elhúzódik valószínűleg. Igen, és emiatt egyébként a szabályok is változnak, az szerint, hogy melyik államban mit engednek meg. Van olyan például, ahol a választás napján négy órára el lehet menni szavazni. Az elég menő. Az elég menni. Akkor előre számoltak a sorral, úgy látom. Igen, úgy elképzelem, hogy az éppen Kentakiban van, de lehet, hogy mondjuk még egy sülcsirkére beugranak, hogyha <laughs> beleférnek. Egy szavazás után mindig jól esik egy kis sülcsirke. Igen, mondjuk van, ahol kevésbé szerencsések, mert csak annyit szabnak meg, hogy kötelező elengedni őket, viszont ez nem számít munkaidőnek, tehát hogy nem fizetik ki azt a pár órát, amit szavazással töltenek. Ha jól tudom, ugye Amerikában regisztrálni kell, hogyha szavazol. Így van. És azt vajon ellenőrzi a munkáltató? Tehát, hogy ugye, hogyha nem regisztráltál, akkor is elmehetsz négy órára? Mondjuk meglepődnék, hogyha a munkáltató hozzáférne ahhoz, hogy. Hát ugye, mert azért egy milyen? elég érzékeny adat, ott, nincs, ott nem GDPR-nak hívják, mert az ugye Európára vonatkozik, de azért gondolom, van valami hasonló szabályozás. Igen, biztos vagyok benne. Meg mondjuk milyen kínos, hogyha mondja a főnök, hogy nagyon jó, akkor csatlakozik, és mehettek együtt dolgozni. Igen. Igen, az mondjuk rosszul jön neki, az biztos. Egyébként van olyan, ahol több nappal előre be kell ezt jelenteni, tehát nem az van, hogy bemész dolgozni, és aztán egyszer csak melulod. Jó, ennek azért rípsz. van logikája, hiszen azért munkaszervezés szempontjából, hogyha a cég három nede, vagy ne Isten lelkeszégnél, mindenki egyszerre felállna, az, az, biztos, hogy nem jön neki jól. Igen, de így elképzelem a HR osztályokat, akik ülnek a választás megelőző hetekben, és így táblázatban irogatják, hogy jó, akkor... John, 10 John 10 -kor 10. megy, Frank majd délután kettőkor mehet, csak leghamarabb. Igen, úgyhogy erre van, ahol tényleg három nappal előre szólni kell, hogy legyen idő ezeket megoldani. Ráadásul van olyan állam, ahol nem is általános, hogy ez mindenkinek jár, már mint ez a lehetőség, hogy elment munkaidőben szavazni. Van, ahol például szektorokra szűkítik. Massachusettsben például csak a feldolgozó, a gépipari és a kereskedelmi cégek munkatársai mehetnek, tehát mondjuk egy tanár például már nehezebben oldja meg. Ez még némiképp meglepő. Igen, és úgy, ezt úgy nem annyira értem, hogy mi alapján döntötték el, de szerintem én arra tudok tippelni, hogy ezek azok, ahol olyan nagyon kötött shiftek vannak, amiből amiben ami, kevés hát ami mellett lehet, hogy meg tudják oldani, úgyhogy mondjuk a délelőtti shift tud menni délután, a délutáni pedig délelőtt. Igen, mert ez a másik, amit egyébként figyelembe vesznek, hogy megnézik a munkaidőt, és azt, hogy hogy vannak nyitva a szavazókörök, és csomó helyen például az van, hogyha van akár csak egy órád, amíg nyitva tart a szavazókör, de nem vagy beosztva, azt már elég időnek tartják arra, hogy ezt megold a szabad idődben. Hát ebbe igazából belekötni nem tudok. Igazából a rendszeren talán ugye akár a mesterséges intelligencia tudna segíteni, hogy ő automatikusan elosztaná a, a, dolgozókat, hogy ki mikor mehetne munkába. Ez a szerencsés verzió, az a kellemetlen, ha a mesterséges intelligencia megy a helyettet szavaz. Na, az még rosszabb, igen, főleg a jelenlegi helyzetben. Na, no, de visszatérve, emlékszem, amikor nagyjából két éve, amikor berobbant az AI őrület, ugye a chat GPT megjelenésével, nagyjából fél évig arról szólt minden nagyobb oldal, hogy kell a feltenem az ellásomat? Így van, hogy kinek a munkáját fogja elvenni, és akkor ugye rögtön meg is jelentek az ellencékek, hogy igazából ez nem fogja elvenni, hiszen csak átalakul a munkaerőpiac, így lehet, hogy valakinek a munkáját mondjuk át tudja venni az éjjel, de hogy annyi új munkahelyet fog létrehozni, hogy ez lényegében nem lesz gond. Nos, azóta ezzel itt tök jól voltunk, így ellevickéltünk, Ám pont a napokban jött egy hír, hogy a lengyel rádióban úgy döntöttek, hogy elküldik az újságírókat, és az AI-jal helyettesítik őket, tehát ott meg is lépték ezt, úgyhogy azoknak az újságíróknak innen <laughs> is üzenem, hogy kitartást, vagy nem tudom, biztos át tudják magukat képezni majd. A lényeg, ami a lényeg, hogy Mostantól három virtuális munkatárs fog műsort vezetni, akik lényegében kulturális, művészeti, társadalmi témákról fognak beszélni, és az LMBTQ közösség tagjait érintő kérdéseket is fognak feszegetni. Csak mondjuk elően nehéz témák ahhoz, hogy egy gépre rámerjem bízni. É, igen, nekem is ugyanez volt az első gondolatom, hogy oké, okay, ez egy kísérlet, mert ugye ők is azt mondták, hogy ezt csak kipróbálják, de hogy azért rögtön ilyen témákat választani, tehát így belecsaptak a közepébe. Lett is balhé, természetesen. Hát ugye alapból az elbocsátott újságírók azok nem vették jó néven ezt, de hogy aláírásgyűjtés is indult, amit már több tízezer aláírás van, ám ez egyelőre nem hatotta meg a rádió vezetőit, ugyanis annak a mondjuk ki a nevét, akkor Off vezetője tagadja, hogy a mesterséges intelligencia miatt bocsátották volna el az újságírókat. Úgy látja, hogy a hallgatóság amúgy is a nullához közeledett, ezért szükség volt egy olyan lépés, amivel kipróbálnák. Tehát még így megforgatta kicsit a kést a Igen, kirugodt, ugye, Igen, igazából, hát azt sem mondanám, hogy jók voltatok, <gül> <gül> mégis nem volt a hallgató, bármit csináltatok, hogy így próbáljuk ki. De szegények. Volt is már ilyen adás, amiben a virtuális műsorvezető egy 2012-ben elhújt irodalmi Nobel-díjas lengyel költőnek adta ki magát, és úgy készült a műsor. Egyrészt lett is felháborodás. Ez nagyon kínos. Igen, de itt jön a, a poén, hogy a, a, művész örökségét felügyelő alapítvány elnöke, ő pedig mondta, hogy ő igazából beleegyezett ebbe az egészbe, tehát kikérték az engedélyét, és hogy ő őszintén szóval ő úgy gondolja, hogy a költőnek volt humorérzék, és tetszett volna neki a műsor. Ez mondjuk egy szerencsésebb végkifejlet, mint hogyha mondjuk párre mennek a rádióval. Így van. Mondjuk az kérdés, hogy mennyi ideig fogják -e ezt csinálni, ugyanis a helyi digitális ügyekért felelős miniszter az már közölte, hogy bár ő alapvetően nagy támogatója a technológiai fejlesztéseknek, azért vannak bizonyos határok, amiket nem biztos, hogy átlépnének, és ez lehet, hogy az azon van, úgyhogy gondolkoznak, hogy törvény módosítással vennék elejét a hasonló próbálkozásoknak. Ami viszont megint érdekes, mert akkor ugye úgymond a jövőben mutatóan akkor mindent megtiltunk, vagy lesz néhány olyan terület, ahol engedjük, mondjuk átvenni, Ezt szerintem ez még elég sok kérdés fog felvetni, és elég sokáig fog húzódni. Amennyire én lettem jellemzően, amikor ilyen nagyon nagy újítást próbáltak, vagy valahol nagyon határozottan próbálták átadni az ember munkáját a mesterséges intelligenciának, azért nagyon sok, nagyon nagy lebőgés volt, vagy legalábbis nagyon vicces végkifejlett. Nekem az jutott eszembe, hogy pár éve volt egy ilyen kísérlet, pont voltam a sajtó bemutatóján annak, amikor egy hamburger receptet akartak mesterséges intelligenciával megiratni, Esküszöm, erről még a Flórával beszélgettük szerintem valamikor korábban, de azért mondja csak. És ami, ami nekem a legviccesebb volt, hogy a receptnél nyilván volt mit finom hangolni de hogy a, a plakátokat is mesterséges intelligenciával rajzoltatták, és szegény sehogy nem fogta fel, hogy ne legyen gomba azon a a hamburgerem, és ez az, amit mondjuk egy embernek egyszer megmondasz, akkor a szerencséd van, nem rajzol rá gombát. Állandó jelleggel kötelező szinten, igen, igen. emlékszem, igen. Ugye a mesterséges intelligenciának még mindig a úgymond a kezeti időszakán vagyunk, úgyhogy sok helyen ez még igen akadozik, viszont egy csomó helyen már tök jól lehet használni. Erről is szó lesz a műsor hátralévő részében. Maradjatok velünk! Maradjatok velünk. És akkor itt is van velünk a stúdióban Gazi Ailabosz elnök helyettese, szia. Szia, köszöntöm a nézőket, sziasztok! Hogyha a lakosságot nézzük, akkor igazából a GPT megjelenése óta lehet AI örületről beszélni a vállalkozásoknál, is, akkor robbant be ez, vagy ott már egy kicsit korábban elkezdődött. Én kettéveném a vállalkozásokat a KKV részére, nyilvánvalóan a kis és középvállalkozások részére, nyilvánvalóan a Csecsipiti bejelentése, illetve utána a használhatósága volt az az első, amikor az AI szóba került. Mi magunk már régebb óta hallottunk róla, hogy a prediktív jellegű nagy adatbázisokon működő ai -ok már régebb óta működnek, de ez inkább nagyvállalati középvállalati téma volt, tehát ahol rengeteg adatbázis gyártás, stb. történt, ott voltak jellemzőbbek ezek a jellegű AI megoldások. Tehát az AI jelen van már nagyon régóta a világunkban, de eddig nem volt hype-ja jellemzően. És az, azóta eltelt időszakban van változás a kisebb cégeknél? Tehát elkezdtek jobban érdeklődni, elkezdtek vele foglalkozni? Igen. Ez egy nagyon forró téma maga az AI, és nagyon szexi téma is, tehát a változások is ugyanúgy, ahogy a magánemberek. Ugye a kkv nak a mikro és a kisváltozás része az nem sokban különbözik a magánember hozzáállásától, rendkívül érdeklődőek a témával kapcsolatban. És milyen előnyöket nyújthat nekik a működésben? Én onnan kezdeném el, hogy... Most már ingyenesen elérhetők rengeteg fajta AI megoldás, most már nem csak chat GTP-ről beszélünk, hanem a Gemini-tól kezdve számos olyan a Grok 2, akár a fizetős, de mégis viszonylag könnyen elérhető az X-en keresztül, ami régen Twitter volt. Tehát számos AI megoldás, ez az újfajta AI megoldás elérhető, és azt gondolom, hogy először is kipróbálni érdemes. Tehát aki ezt kipróbálja, és ráveszi magát arra, hogy naponta legalább egyszer vagy kétszer kérdezzen, beszélgessen vele, kérdéseket tegyen fel, magával akár a működésével kapcsolatban, vagy azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudna neki segíteni bármiben a munkájában, akkor végtelenek a lehetőségei. Aztán, amikor már egy kicsit jobban megismeri, akkor rájön arra, hogy mennyiféle lehetőség van ebben az AI megoldások világában. Tudunk esetleg egy-két ilyen konkrét AI eszközt mondani, amit a KKV-k tudnak használni a hatékonyságuk növelésére? Természetesen nagyon-nagyon függ attól, hogy éppen mivel foglalkozik egy KKV, de a, a mikro és a kis vállalkozások számára maga a ChatGPT rengeteg segítséget tud nyújtani, bármilyen elakadásuk van, ha az konkrétan megfogalmazzák, megtanulnak promptolni, a promptolás maga az, ahogy kérdéseket teszünk fel a, az AI-nak, vagy valamilyen feladat megoldására ösztönözzük. Ha megtanulnak jó promptolni, ez egy pár nap alatt megoldható, ráadásul rengeteg YouTube, meg mindenféle egyéb videó van fönt az interneten, ahol meg lehet tanulni ezt, akkor onnantól kezdve szépen lassan maguktól is rájönnek arra, hogy mennyi mindenre használható. Nagyon fontos az, hogy működéstől függ leginkább, tehát másra fogja használni egy marketinges, másra fogja használni egy kis HR vállalkozás, és megint másra fogja használni az, aki gyártással kapcsolatos dolgokat végez el. De képszerkesztők, videószerkesztők vannak, ami a marketing területén jelentős segítséget nyújt. Vannak olyan feladatok, amiket minden nap meg kell tenni, akár nagyon hasonló minőségben például ajánlatokat adni, ezeket önmaga az AI meg fogja tudni adni, meg tudja válaszolni nagyon kevés hozzáadott értéket kell. Tehát a, a, munka nagy részét, azt a részét, ami ismétlődő jellegű munka, és ami a legfárasztóbb, leginkább igénybe veszi az embert abból a szempontból, hogy nincsen benne kreativitás, ezeket a munkákat teljes egészében át tudja venni az AI. Tisztos úr, de ehhez is kell egyfajta szemléletváltás. Ha mondjuk öt évvel ezelőtt ülünk itt, akkor valószínűleg arról beszéltünk volna, hogy a papír alapról menjünk át a digitalizációra. Ez most egy újabb szint, ugye? Mennyire nyitottak különben? Tehát, hogy változó, vagy van egy ilyen hullám, ami most megjelent? De egyértelműen, egyértelműen változó azért, kortól is függ az, hogy ki mennyire nyitott a digitalizációs kihívásokra. Amikor most a kormány még egyes programokban azt szeretné elérni, hogy minden változásnak legyen weboldala, akkor az nem azt jelenti, hogy a minden változás nyitott a digitalizációra és minden változás nyitott az AI-ra. Rengetegen nem nyitottak. Én azt gondolom, hogy a VOSZ dolga az lesz a digitalizációs területeken, hogy olyan megoldásokat nyújtson, olyan perspektívákat nyújtson, amikkel nagyon sokan megpróbálnak elkezdeni vele dolgozni, vagy kipróbálják ezt az AI őrületben rejlő lehetőséget, amik tényleges lehetőségek. Én körülbelül egy éve kezdtem el foglalkozni ezzel, és azt látom, hogy nem lettem attól szakértő, hogy egy éve ezzel foglalkozom, de azt látom, hogy rengeteg olyan megoldás van, ami a saját cégeimet is rendkívüli módon segíti, a mindennapi életemet rendkívüli módon segíti, sokkal hatékonyabbá tesz, én magát, ezt a boomot, ezt nagyon nagyra tartom, ezt legalább akkorára, mint amikor az internet megjelent, vagy amikor az első számítógépek, a 286-osok megjelentek, most ez ugyanakkor a boom, csak ez mindenki számára elérhető. Az internet nehezebben volt elérhető a KKV-k és a magáremberek számára az első körben, most ez olyan dolog, ami mindenki számára elérhető, mert egyrészt ingyenes, másrészt meg hogyha előfizetéses dolgokra is van szüksége, akkor néhány, néhány ezer forintból ezt mellett érni. Erre le is akartam kérdezni, mert, hogy oké, okay, hogyha megvan a úgymond a szándéke, de akkor sokan nagyon sokan félnek attól, hogy ennek mekkora költségigénye van most itt hogy ugye sok ingyenes vagy pár tízezer forint, de gondolom vannak azért ennél komolyabb programok is, amik... Nyilván vannak jóval drágább nagyvállalati lehetőségek, de pont a nagyvallatok is úgy döntöttek, amik az árazásnál, hogy felkészülnek a magánemberek és a KKV-nek az igényeinek a megoldásaira is. Tehát ez azt jelenti, hogy tényleg mindenki számára elérhető. Tehát a Grokkettő 2 az olyan négyezer forint körül van. A... Ez Csérgyi... havidi, bocsánat. Ez havidi a chatgpt nek az előfizetéses verziója, ami már gyakorlatilag végtelen kérdésre válaszol, az ilyen 8-9 ezer forint havonta, tehát pont annyiba kerül még, mint maga az internet a válkozónak, tehát nem hiszem azt, hogy ezen, ezen fog múlni. Ennyinek bele kéne férni az egy költségvetésbe. Egyértelműen. Mi voszként e, viszont e, még ennél is tovább megyünk, mi magunk is próbálunk kifejleszteni olyan dobozos termékeket, amik a, a vállalkozókat meg fogják kérinteni és természetesen a mikro vállalkozóknak az első pár használat az ingyenes lesz, tehát az, aki viszonylag keveset használjanak, azoknak ingyenes lesz rengeteg gondolatunk, kötletünk van, olyan dolgokba gondolkodunk, ami annyira dobozosak, hogy akár nagyon minimális digitalizációs, informatikai tudással elérhető és használható megoldások lesznek. Ennek a kezdeti megoldása a Vosport nevű alkalmazás ami már arra jó, és a digitalizációnak az első lépése, hogyha valakinek van egy laptopja, hogy vett egy laptopot, van internete, akkor a vosport.hu-ra felmegy, és rengeteg olyan alkalmazást, ingyenes alkalmazást talál, amivel el tudja indítani a vagy mikro- és kisvállalkozóként megismerkedhet az egyszerűbb szoftverekkel, de akár ilyen mini-CRM, számlázás, összeköthető a banki adatokkal, cégeket tud lekérdezni az adott ember, tehát például, hogyha új partnere lesz, akkor nagyobb biztonsággal tud dolgozni, hogyha te megnézi, hogy az a cég működőképes, egyáltalán van-e adószáma, van-e valamilyen eljárás, tehát ezeket mind-mind látni tudja és ezek ingyenesen hozzáférhető megoldásaink. És arról el lehet árulni esetleg így előre, hogy az AI területen milyen fejlesztéseken gondolkoztok? Tehát, hogy milyen csomagokon? Számos ötletünk van, amelyek egy, -egy, ré, egy része még csak ötletként működik, egy része már részfeladatokban megoldódott. Könyvelés automatizáláson dolgozunk, amit sokan dolgoznak, de én olyan, magam olyan megoldást szeretnék, amit tényleg a, a legegyszerűbb és a kisvállalkozóknak teljes körű megoldást nyújt egy százalékos szakmai utánkövetéssel, tehát a könyvelőknek marad munkájuk, csak jóval kevesebb, és csak szakmai munka maradt. Tehát az adatrögzítésekre, az előkészítő munkákra szerintem nem nagyon lesz szükség. A másik az ESG-vel kapcsolatban egyre inkább az ESG, ez a kvázi úgy tudnám megfogalmazni, hogy az izónak egy új a környezetre, a társadalomra és az irányításra ható megoldás halmaza, amit az Európai Unió tett kötelezővé első körben a törzsdai cégeknek, de nyilván ők sem magukban vannak a világban, hanem vannak partnereik, és a kisebb partnereiknek is meg kell csinálni az ESG-t. Ezért a vosz lesz megoldása arra, hogy minél kedvezőbb áron, jussanak a kis és középvállalkozók az ESG tanúsítványhoz, ehhez viszont nekünk is olyan szoftvereket kell kifejlesztenünk, amivel ezt hatékonyan meg lehet oldani. Erre tökéletesen alkalmas lesz az AI. Úgyhogy én azt gondolom, hogy számos megoldást meg tudunk oldani, akár még az oktatásoknak egy jelentős részét most azon dolgozunk, hogy legyenek YouTube-on fent lévő oktatásaink, amikkel el lehet kezdeni az AI-jal a foglalkozást és ezeket is ilyen segítségével fogjuk ugyancsak elkészíteni. Ugye említetted a könyvelés mint egy olyan területet, ahol nagy segítség lehet az éjjel, akár a kisebb cégeknek is. Mely más területeken lehet szerinted leginkább felhasználni jelenleg, és legkönnyebben? Számos példa van például az ügyvédek területén. Tehát én azt gondolom, hogy minden egyes tevékenységnél a, a profikra, nagyon nagy szükség lesz. Tehát azokra, akik expert vagy senior kategóriába esnek, nekik kevesebb a félni valójuk, míg a junior kategória az, ami, gyakorlatilag egy ilyen automatizált megoldásokat jelentős részben tartalmazó munkakör, ott, ott azért van félnivaló, tehát a, az ügyvédeknél a szerződéssel készítéseknek nem, nem, lesz egy óriási szükség, tehát ezek mind olyan paraméterezhető dolgok, amit jó promptolással egyértelműen már egy sima GPT is jól meg tud oldani, de azért nyilván a ChatGPT mellett a, a GPT Store-ban, ahol ahol előfizetéssel elérhetően rengeteg olyan program van, ami a jogi munkát segíti. Tisztasor, ugye beszéltünk a hozzáférhetőségről, beszéltünk a költségekről, és még egy nagyon fontos téma van, még pedig az adatbiztonság. Ezt ugye egy kisebb cégeknél gyakran hallani az, hogy nincsen ember, aki ezzel foglalkozzon, stb. 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 az AI-nál, ebben is tud-e segíteni, illetve vannak-e adatbiztonsági kérdések, amik felmerülnek a használata során? összességében a KKV nem foglalkozik az adott biztonsággal, tehát most mondhatom ezt ilyen 97%-os valószínűséggel. Amit én javasolnék egyértelműen egy nagyon egyszerű lépés, hogy frissítsük mindig a legújabb verzióra a szoftvereinket. Tehát szerintem ez nem egy nagy de mégis nagyon kevesen teszik meg. Tehát a legújabb Windows fusson, a legújabb Office fusson, tehát azokban akkor jóval kevesebb hiba lehetőség és sebezhetőség van. A következő lépés az én fejembe az, hogy vegyünk adott esetben még egy vírusírtót is, ami most már nem csak vírusírtóként működik, hanem az összes külső beatolást fel tudja oszlatni, vagy meg tudja kerülni. A harmadik lépés, és még ez is nagyon egyszerű lépés, tehát még ez se kell atomtudósnak lenni, az pedig a VPN használat. És és ha ezt a hármat használjuk, akkor semmilyen olyan problémák nem lehet, amivel gondba kerülnénk. Ha nagyon érzékenyek az adataink, tehát bankoknak dolgozunk, vagy ügyvédeknek, vagy tényleg szenzitív adatokkal, sok magánszemély adatával, akkor én azt gondolom, hogy még ki lehet kapcsolni az összes azt a funkciót, hogy tanuljon, felhasználja azokat az adatokat, amiket beviszünk, és hogyha nem tanul belőle, tehát ha azt kikapcsoljuk azt a verziót, akkor, akkor diszkréten tudjuk használni. Tiszta Még egy kérdésem lenne, még pedig az, hogyha valaki mondjuk életébe hozzá se nyúlt az AI-hoz, ő el tudja kezdeni ezt használni? Ugye említetted, hogy vannak tám ilyen videóitok, ez tényleg úgy megy, hogy akár a nulláról így fel lehet készülni, és mennyi idő kell ehhez akkor? Az elején nekem sem segített senki abban, mert amikor mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, akkor tényleg annyira új volt, hogy nem találtunk olyan embert, aki, aki segítségű szolgált volna. Tehát én azt gondolom, hogy ezt egyedül is el lehet kezdeni. A gyerekeim napi szinten használják, nem nagyon mutatta meg nekük, csak magát azt a logót, hogy melyik applikációt kell letölteni a store -ból. Tehát azt gondolom, hogy ezt egyedül el lehet kezdeni, azzal a nyitó kérdéssel kezdve, hogy miben tudsz nekem segíteni. És vissza fog kérdezni, hogy mivel foglalkozó, mi érdekel, mit fogsz ma csinálni, és ezek alapján elkezdődött egy olyan párbeszéd, aminek nem kell, hogy konkrét cél legyen, csak az egyre több tudás, ahogy elérjük minél több tudást. És szerintem nem bonyolult, én mindenkit arra biztatok, hogy próbálja ki, nem kerül semmibe, és egy olyan világ nyílik meg előtte, ami. Tényleg azzal hasonlítható össze, mint amikor a, az internet először eljött hozzánk, és weblapokat láttunk, és ö, csodálkoztunk, és el voltunk ájulva tőle. Ez egy ö, hasonló világ, aminek nyilván nagyon az elején járunk, és amikor komolyabb megoldásokról gondolkodunk, akkor hát érdemes ö, az Elon Musk-féle Teslát figyelni, mert ö, például 25. január 1 már két államban is fog működni az önvezető taxiuk működnek. Ö, önálló robotjaik, amik tanulni tudnak. Ezek elérhetők lesznek 10 éven belül Magyarországon is 8-12 millió forintért jelenlegi áron, ami egy embernek az éves bérének fog akkora, akkoriban megfelelni. Tehát azt gondolom, hogy a hatékonyságot, a orientált gondolkodásmódot segíteni fogja. Azt fog lemaradni, aki nem kezd ezzel a helyzettel semmit. Aki annyit megtesz, hogy elkezd vele foglalkozni, és látja azt, hogy hogy miben tud neki segíteni, ők előnyben lesznek, mert most mindenki, akivel egy kicsibe többet tud nálunk már oktató, és mindenki egy kicsivel jártasabb az AI sztoriban, ő már csatornákat nyit. Tehát, hogyha mi is fölülünk erre a hype vonatra, akkor azt gondolom, hogy remek lehetőségeink vannak. Akkor hát nincs más hátra, mint előre. Reméljük, minél több magyar cég fogja használni az AI-t. Gazsia nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm, a... hogy itt lettem, és sziasztok! És ahogy ígértük, már itt is van velünk a stúdióban Visi Zoltán, a RedMenta társalapító ügyvezetője. Szervusztok, köszönöm, hogy itt lehetek. Azoknak a hallgatóknak, akik nem hallottak még rólatok, el tudnád mondani röviden, hogy mivel foglalkozik a RedMenta? Természetesen. A RedMenta egy mesterséges intelligencia asszisztens ötözve egy feladatlap szerkesztő alkalmazással, ami alapvetően a pedagógusoknak nyújt segítséget abban, hogy a napi munkában olyan automatizálható folyamatokat, olyan automatizálható munkákat egyszerűsít le, amivel a pedagógusok sokkal több időt nyernek arra, hogy magát az oktatást, azt testre szabottá tudják tenni a diákok számára. Mi az, amit lehet tudod rövidíteni? Például a tartalomkészítést, a diákok munkájának az értékelését, és utána az értékelési adatok alapján újabb aktivitásokat, újabb tevékenységeket tud tervezni a diákoknak, ami alapján már alapvetően egy testre szabott tanulási úton tud elindulni a tanuló. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk, ha egy osztályban van egy feladat, ami sokakon kifogott, akkor azt jelzi a program a tanárnak, hogy ezzel érdemes tovább foglalkozni? Egyénre szabottan jelzi, tehát a, a program egy elemzést készít a tanulónak a teljesítményéről, azonosítja azokat a területeket, ahol érdemes fejleszteni, ezt mind tudásban, mind készségben. Tehát, hogyha a tudása megvolt, a megfelelő megjelölt pontokat vissza tudta idézni a tanuló, de azt nem megfelelőképpen tudta elmondani, vagy mondjuk adott esetben egy kritikus elemzést, vagy egy összehasonlító elemzést nem tudott jól végigvezetni, akkor ezt a, a mesterséges és intelligencia asszisztens ezt jelzi, és ezekre tud neki újabb feladatokat, kihívásokat tervezni, amivel tudja gyakorolni. De igazából az izgalmas az, hogy nem csak feladatokat tud tervezni, hanem, hanem játékokat is, vagy akár szerepjátékokat egyéni, vagy kollaboratív szerepjátékokat játékosított kihívásokat tud a RedMenta asszisztense készíteni, így egészen sokféle eszköztára, vagy egészen sokféle eszköz lesz a pedagógusnak arra, hogy a tanulónak megtalálja azt, ami a legmegfelelőbben tudja őt megmozgatni. Honnan jött a cégnek a neve? Igen, ez egy gyakori kérdés, nagyon misztikusan hangzik, pedig nagyon egyszerű válasz rá. Amikor a Bálint, az alapítótársam, ő a vezető, fejlesztő a cégnél, ő a középiskolás projektjeit azt különböző szinkódokkal látta el, és a Red Mentának a magja, vagy az őse, az pont a Red címet kapta, vagy a Red szinkódot kapta a projektek közül a mental, mint a mentális fejlesztés. Hát így is kialakulhat egy cégnév, akkor ezek szerint. Ö, igen. Egyébként a cégnévvel kapcsolatban sokan azt gondolják, hogy persze fontos az, hogy hogy hangzik, meg az, hogy jól tudja azonosítani a, a céget, de Azért kihívás volt nekünk ez már jó tíz évvel ezelőtt is az, hogy olyan nevet találjunk, amihez például van.com domain név, szabad, Aha. mert hogy ezek fontosak, hogy, hogy rendben, hogy mondjuk a magyar piacon nincsen ilyen név, nem használ senki ilyen nevet, de természetesen már tíz évvel ezelőtt is voltak akkor ambícióink, hogy ezt figyelembe vegyük. Különben felmerült más név is, vagy ez így jött, és akkor azt mondhatok, hogy ez jól hangzik, legyen ez. Az utóbbi. Az utóbbi, Aha, jól van. Ugye beszélted, hogy a Bálintal alapítottátok a céget. Tudnál -e egy kicsit erről mesélni, hogy hogyan ismerkedtetek meg, mióta ismertétek egymást, és egyáltalán hogyan jött az ötlet, hogy ezzel kéne foglalkozni? Mert ha jól tudom, ti akkor pedagógus és egy marketing szakemberről beszéltünk, amikor megalapítottátok a céget. Volt benne pedagógus is, igen, az alapító csapatban. A marketing szakember az mondhatjuk, hogy én voltam, én igazából a reklámiparnak a kreatív részéről érkeztem, a Bálint fejlesztő volt, akkor még egyébként középiskolás. Nem lehet elég korán elkezdeni nem, ezek lehet elég, nem lehet elég korán kezdeni. Egyébként utána sokat beszélgettünk a motivációnkról, főleg amikor úgy döntöttünk, hogy ezt komolyan akarjuk csinálni, akkor próbáltuk mi is feltárni, hogy mégis mi az az alapmotiváció, ami mindannyiunkat hajt, és mind a kettőnkben benne volt az a, az, az érzés, hogy amúgy az iskolai rendszerben egyikünk sem teljesített rosszul. De hogy mind a kettőnknek meg volt az a küzdelme, hogy az iskolai rendszer az ilyen, ilyen, skatuja, ilyen egy Ez lenne vitatkozni. Egyféle igen. megoldásokban uh, tud dolgozni, és pont azért, mert egyszerűen tömegeket kell kiszolgálnia. Ez az akkori elérhető technológiával, vagy lehetőségekkel ezen nem nagyon lehetett változtatni. Most már van erre lehetőség csomó, szerintem többen beszélgetnek erről ebben az országban, de hogyan jutottatok el odaig, hogy akkor ezzel ellen tenni is kéne valamit. Szerintem itt a lehetőséget láttuk meg, hogy mi elkezdtünk összerakni egy rendszert, aminek volt értelme. Aztán ezt a rendszert, ezt utána kikukáztuk, és felhúztunk egy másik rendszert, de hogy, hogy elkezdtünk gyűjteni egy olyan tapasztalatot, egy olyan tudást, amiben láttuk a potenciált, hogy ha, ha mi ezen az úton, ezen a tanulási úton, mert azért egy, egy ilyen projektnek a felépítése, vagy egy cégnek az építése, az egy masszív tanulási út. Tehát hogyha mi ezen az úton elindulunk és, és haladunk tovább, akkor láttuk azt a potenciált, hogy mi ebből tudunk valami világméretű dolgot csinálni. Mi volt az a pont, aminél éreztétek, hogy ez nem áll elég stabil lábakon, tehát ez a kikukázási folyamat, vagy honnan tudtátok, hogy nem fog működni? Hát sok sebből vérzett, azt kell, hogy mondjam. Ugye tíz évvel ezelőtt indult az eredeti projekt, sokan nem gondolnak arra, hogy az üzleti modell vagy a gazdasági modell az mennyire fontos. Igazából mi az első nyolc évben egyáltalán nem foglalkoztunk ezzel. Márpedig ez nem úgy van, hogy a technológia aztán kialakul, és majd utána valamilyen gazdasági modell. Vannak erre is példák a világban, de az esetek 99%-ban nem így működik. A technológiát azt egy, egy üzleti koncepcióra kell igazítani. Ez volt az egyik dolog. A másik dolog az, hogy az eredeti projekt az egy nagyon izgalmas dolog volt, de elment fölötte az idő. Az eredeti projekt az egy szimpla feladatlaprendszer volt, Amiben a, a tanár létrehozhatta a dolgozatot vagy a tesztet, és utána az zárt végű kérdéseket automatikusan kiértékelte. Egyrészt, amikor mi ezt csináltuk tíz évvel ezelőtt, akkor még mondhattuk, hogy valamennyire ez újdonság volt, de akkor is voltak már hasonló szereplők a piacon. Aztán szóval, mivel mind nem foglalkoztunk vele, mások meg igen, a hasonló alkalmazások azok óriás alkalmazásokká nőttek, és óriási tőkét, tudást, tapasztalatot, emberi erőforrást halmoztak föl. Mi meg ebben, hogy is mondjam, teljesen el voltunk maradva. Itt is volt egy olyan kényszer, hogy valami új, valami egyedit kell nekünk találni, amiben megtaláljuk mi a, a saját arcélünket. A másik az, hogy az a pedagógiai módszer, hogy a gyakori számon kéréssel a tudás berögzül, az még mindig érvényes, és még mindig hasznos de a világ sokkal inkább abba az irányba kezdett el elmozdulni, hogy a fejlesztés az legalábbis ugyanolyan, de még az is lehet, hogy sokkal fontosabb, mint a tudásnak a megerősítése. És erre igazából ezek a, ezek a, hagyományos feladatlapok ezek nem alkalmasak, ezek a hagyományos tesztek ezek nem alkalmasak, ezek arra jók, hogy egy vizsgára fel lehet készülni. De hogy a tanuló aztán az életben tényleg megállja a lábát, arra biztos, hogy fogja felkészíteni a teszt. Egyébként itt a, az egész oktatási rendszernek a dizájnja az, ami, hogy is mondjam, alapvetően nagyon lassan változik, a technológia sokkal gyorsabban változik, a lehetőségek sokkal gyorsabban változnak, ebben van természetesen buktató is, de mi azt vettük észre, hogy ahogy nyílik az olló az igény és, a, és az adottság között, úgy jött létre az igény, vagy úgy, úgy láttuk meg a helyét a mostani redmentának. A magyar oktatási rendszer azért elég gyakran megkapja azt a kritikát, hogy a készségfejlesztés, amit említette, hogy legalább olyan fontos, mint a tárgyi tudás, hogy arra kevesebb hangsúlyt fektetnek. Mennyire lehet úgy működtetni egy szolgáltatást, ami ezeket is méri, hogy közben azt halljuk, hogy, hogy ezt meg se tanulják igazán a diákok, vagy kevésbé, mint kéne a XXI. században. Igazából, amikor újra terveztük a Redmentát olyan szemmel, hogy a 21. századi készségfejlesztésben egy nagyon hatékony eszköz tudjon lenni, akkor mi nem országok igényeihez mértük az elképzelt rendszerünket. Ami kicsit furán hangzik, mert nyilván egyébként az oktatás mindenhol állami finanszírozásból történik a közoktatás legalábbis. De mi igazából próbáltuk azt meghatározni, hogy a világ milyen irányba halad, és hogy az oktatási rendszerek, akár az állami, akár nem állami, milyen irányba fognak előbb-utóbb elmozdulni. És így igazából egy lépéssel a piac előtt járni. Ez volt a, az elképzelésünk. Igazából. Hogy Magyarországon vannak nagyon jó kezdeményezések, adóról jövő kezdeményezések, hogy hogyan lehet a készségfejlesztést jobban beépíteni az oktatásba. A nemzeti alaptanterv alapvetően célul tűzi ki ezeket, aztán a kerettantervekben már kevesebb lehetőség nyílik erre, de valójában az a helyzet, hogy ilyen igazi paradigmaváltás az oktatásban nagyon kevés országban tud végbe menni és szerintem itt ki is alakul egy hamis vita, talán Magyarországon is kialakulóban van, vagy kialakult egy, egy hamis vita arról, hogy hát a megszerzett tudásunknak az átadását kell, hogy képviselje az oktatás, vagy a jövőre való felkészítést. Igazából az egyik pólusban a finn oktatási rendszert szokták emlegetni, a másikban nem tudom, nem szoktak ilyen negatív példákat, vagy hát szoktak, de mindegy is. A finn oktatási rendszer egyébként egy tök jó oktatási rendszer, de szerintem vannak jobbak is, meg ők is kicsit hátraléptek, most át kellett csoportosítaniuk a költségvetés más sürgető problémákra, égető problémákra ott a határ mentén. De hogy ott is van átalakulás, és az az érdekes, hogy a finn oktatási rendszernek van egy alapvetése hogy az a tudás, amit mi már egyszer megszereztünk, azt ne kelljen az utódainknak újra megszerezni, hanem át tudjuk nekik adni. Ez az egyik legkonzervatívabb mondás az oktatásban, amit, amit lehet hallani. És ez az a, a moderna, finn, a progresszív oktatási rendszernek az egyik legalapabb értéke. Tehát, hogy igazából amikor kialakul egy ilyen vita, hogy most finn vagy magyar, vagy nem tudom, ezek igazából szerintem hamis, hamis viták és, és mellébeszélések. Igazából ehhez kapcsolódó kérdés, hogy ugye beszéltél állami és nem állami iskolákról. A ti ügyfeleitek, vagy hogyan tanáraitok, vagy hogyan szoktátok ezt megfogalmazni? Között melyik a több, akik államiban vannak, vagy magán lehet-e bármi ilyesmit kijelenteni? Igen, abszolút ez, ez változik országonként. Magyarországon egyértelműen az állami, nekünk nagyon sok tankerület és szakképzési centrum is az ügyfelünk, ha jól emlékszem, a tankerületeknek nagyjából a 30%-ával van szerződésünk, élő szerződésünk a szakképzési centrumoknak durván a felével, és hogy egyébként nyilván ez egy folyamat, mint a minden piacra lépés, meg minden ilyen technológiának az elterjedése. Az látszódik, hogy a szakképzésbe egyébként a, az állam is több pénzt tett bele, talán nagyobb hangsúlyt is fektetett, bár ebben nem akarnék értékítéletet mondani, de az látszódik, hogy ott gyorsabban tudott elterjedni. Romániában például nekünk Erdélyben nagyon gyorsan tud terjedni a Redmenta. Ott alapvetően a pedagógusoknak is van önállóan lehetőségük költeni bármilyen digitális oktatási eszközre. Van egy kis kártyájuk, amivel tudnak fizetni ilyen eszközökért. Ezt ha jól emlékszem, akkor nagyjából minden évben olyan 300 eurónyi összeggel tölti fel az állam. Ezt ott a, a COVID-os helyreállítási alapból kapták meg, és akkor abból tudják finanszírozni. Ott több pályázat is van egyébként az iskolák felszerelésére, ilyen laborok létrehozására, az iskola elhagyás csökkentésére, tehát hogy nagyon-nagyon sok pénz. Ha jól emlékszem, akkor ilyen 3-4 milliárd euró környékén érkezik most ott az oktatásba a pénz a helyreállítási alapból. Igazából a világ többi részén meg alapvetően mi a, a magániskola hálózatokban tudunk gyorsan terjedni. Ennek mi lehet azok a különben ennek a különbségnek szerinted? Helyzeti adottság vagy ilyen lokális adottságok? Egyébként itthon is tudnánk, tehát hogyha külföldről bejövő cég lennénk, akkor Magyarországon is elsősorban a magánoktatási intézményekben és talán az egyik leghatékonyabb ilyen szempontból, leghatékonyabb ilyen alappiacunk nekünk a, a nemzetközi iskola hálózatok. Kicsit kanyarodjunk vissza az időben még a kezeti időszakhoz. Ugye említetted, hogy az üzleti tervből vagy igazából az üzleti terv az maga az egy kicsit hiányzott. tudnál -e, e még beszélni erről az indulásról, hogy most a mai fejjel visszanéze, esetleg mit csinálnál másképp? Illetve, ha jól tudom, jó ideig ti dolgoztatok mellette, tehát munkahelyen dolgoztatok. Gondolom ennek ahhoz is köze volt, hogy akkor bevételt még kevésbé termelt a cég, és hogy akkor erről az időszak, hogy hogyan jutottatok el odáig. Voltatok non-profit Kft. is egy időben, aztán visszaalakultatok for profit -tel. Csak ezt össze tudnád foglalni ezt az időszakot nekünk? Nagyjából egy ilyen 7-8 évig a Redmenta úgymond ilyen közös szellemi termékként, egy ilyen jogi forma nélkül működő közös szellemi termékként működött. Az első pár évben volt csapat, aki ezt fejlesztette és üzemeltette, aztán a, a lelkesedés kicsit alábbhagyott. Ez csak a lelkesedés vitte akkor előre akkoriban? Abszolút. Még hogy ki mennyire találta meg a helyét Ugye nagyon nehéz, főleg egy ilyen projektnél az, hogy tudj magadnak munkát találni a feladatban. Mert ön is előfordulat szerintem is teljesen természetes, hogy valaki szeretne valamiben részt venni, de egyszerűen nincs olyan típusú munka, amit ő el tudna vállalni. És szerintem nekem is, meg a, a Bálinnak is szerencsések voltunk abban, hogy, hogy egy ilyen projektben találtunk magunknak bőven munkát. És a következő időszak meg egy ilyen hatalmas változás külső és belső nyomások vezérelték. Az egyik külső nyomás az az, hogy a COVID alatt nem lehetett nem foglalkozni az érdeklődés változással. Tehát a, ott, a, hogyha jól tudom, elképesztően megugrott a felhasználó számotok. Igen, igen, ott hát ez egy ilyen úgynevezett ilyen, Venici metrika, nem tudom magyarra, hogy lehet lefordítani, az olyan ilyen büszkeség számok, amiknek igazából üzletileg nem sok jelentőségük van, de nagyon jól hangzanak a regisztrált felhasználók száma az nagyjából egy 250 ezerről 1 millió 300 ezerre ugrott, 1 millió 200 ezerre ugrott mondjuk egy év alatt. Ez egy fontos indukátora volt annak, hogy van igény változása. Aztán persze volt egy visszacsapása ennek a hatásnak, tehát amikor visszament mindenki a jelenléti oktatásba, a digitális oktatásból, akkor hirtelen mindenki próbált megszabadulni, a, félretenni a digitális eszközöket, de aztán kezdtek visszaszivárogni, és beszélgettünk is pedagógusokkal, akik mondták, hogy Na azért, azért hiányzik nekik, hogy, hogy a Covid alatt a dolgozatot automatikusan kiavította nekik a hát rendszer. Elhiszem. És akkor nem kell nekik a hétvégénként. És akkor mondtuk, hogy de hát most is lehet használni. És természetesen aztán, ahogy alakult a, az első gondolatunk, az volt, hogy próbáljuk meg non-profit módon üzemeltetni ezt a dolgot. De ez egy olyan jellegi munkát igényelt, ami úgy tűnt, hogy nekünk nem fekszik. Mit itt? A non-profit az egy nagyon szép és nagyon ilyen nemes dolog, én is próbálkoztam korábban mindenféle ilyen adománygyűjtéssel, meg ilyen, ilyen rendezvények szervezésével, de hogy, hogy alapvetően rá kellett jönni, hogy nem élik az én karakterembe az, hogy alapvetően ez egy kéregetésről szól. Uh -huh. Valaki ezt nagyon jól tudja csinálni, és tök jó, hogy emiatt tudnak lenni nagyon jó non-profit szervezetek. Nekünk nem működött ez, tehát mi nem, nem vagyunk ebben jók, nem voltunk ebben jók. Mennyi ideig voltatok non-profitok különben? Hát egy másfél-két év talán. Uh -huh. Ez pont a COVID időszaka volt? A COVID időszak után gyorsan kellett egyébként ott döntést hoznunk, gyorsan kellett ott valami minimális tőkét összeszednünk ahhoz, hogy fent tudjuk tartani a rendszert, hiszen az érdeklődés nagyon növekedett de nem, tehát hogy, hogy, ez utólag visszagondolva inkább egy ilyen átmeneti állapotnak volt. Jó, hogy addig, amíg nem tudjuk, hogy ezzel mit kezdünk, addig is legyen valami. Felvontam a szemedök, a mert arra mondatodra, hogy amikor mondtad, hogy ugye 250 ezerről mm -hmm. 1 millió háromra ugrott a felhasználó szám, de hogy ez üzletileg mm -hmm. nektek ez igazából nem számított. Ez azért volt, mert non-profit, vagy mert a bevétel máshonnan jön? Illetve most mennyi a felhasználó számotok? Ugyanennyi ez nem nagyon csökken, ez inkább csak emelkedik, csak ez nem mutatja a valódi felhasználást. Mire gondolsz? Az, hogy, hogy hányan regisztrálnak és lépnek be egyszer egy rendszerbe, az nem jelenti azt, hogy ők aktívan használják a rendszert. Tehát itt igazából az ilyen technológiáknál mindig megvannak azok a mérőszámok, amik jól néznek ki, de valójában nem írják le a sikerességét, meg vannak olyan mérőszámok, amik leírják a sikerességét. Nekünk alapvetően az aktív felhasználói létszám, különösképpen az aktív pedagógus Létszám számít a, az oldalon, és természetesen a, az üzleti metrikák, mint például a havi megújuló bevétel, meg az éves megújuló bevétel, meg a retention, meg a churn, a lemorzsolódás és a, és a felhasználó megtartás képessége a rendszernek. És mi volt az a pont, amikor úgy döntöttetek, hogy ott hagyjátok az addigi állásotokat, és ez már nem csak egy ilyen kiegészítő szerelemprojekt lesz, ha mondhatom így, hanem akkor teljes erőbedobással a céget építitek. Szerintem ez egy hosszabb folyamat volt, és valahogy szerintem a Bálinttal ketten egyszerre érkeztünk meg erre a pontra, és azért tudott ez így elindulni. Hanem egy időben alakul nekem is, meg neki is úgy a magánélete, vagy a, nem a magánélet, hanem így az egyéb ilyen üzleti élete, vagy karrierje, akkor ez nem jött volna össze, tehát egy jó nagy adag szerencse. Meg igazából ez egy hosszabb érlelődési folyamat volt, tehát hogy, hogy azt Tudtuk, hogy ezzel kell valamit kezdeni, tudtuk, hogy akarunk ezzel valamit kezdeni, tudtuk, hogy van benne potenciál, és azt is éreztük, hogy hogyha mi nem csináljuk meg, akkor más nem tudja megcsinálni. Nem tudja? Természetesen vannak más hasonló cégek, más hasonló elképzeléssel, de az a vízió, ami nekünk volt, az csak nekünk volt. Tisztasor. Ugye mondtad, hogy nátok a fő szám, akkor ami úgymond üzletileg számít, az az aktív felhasználó szám. Igen. Erről lehet hallani egy számot? Igen, most nagyjából összesen ilyen havi 200 ezer tanár és diák fordul meg a platformon. És szerinted ez, tehát mi a ti célotok, ez meddig mehet fel? Szerintem ez olyan, olyan 150 millió kb, amire felmehet egy havi aktív felhasználói szám. Ez ezt hány éves távlat? Hát ezt egy 8 év. 8 év. És a 200 ezerből, akkor már mennyi a magyar? Na, a túlnyomó része. A túlnyomó hát, része ma még magyar. Igen. Aha. Igazából nekünk a, ugye a redmentát lehet ingyenesen is használni, meg előfizetéssel is használni, és nagyjából van egy ilyen 20-as szorzó a tanár és a diák között. 20 annyi tanár van a platformon, mint diák, hiszen természetes, osztálytermegy, osztályokat tanítanak a tanárok. És, e, bocsánat, hogyha egy tanár regisztrál, és mondjuk ott csinálja meg a feladatot, akkor a diáknak nem kell regisztrálni ahhoz, hogy de meg de, tudja hát, kellhet, de nem muszáj. Nem muszáj. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy előnyös neki, ha regisztrál, akkor vissza tudja nézni a korábbi eredményeit is. Ha nem regisztrál, akkor is kitölthet feladatokat, hogy feladatlapokat, ha a tanár úgy állítja be, de nem kötelező, ez jellemzően a kisebb diákoknál, a fiatalabb diákoknál nem szokták kérni a regisztrációt. És ez hogy jön hozzá még azoknak a felhasználóknak a száma, akik nem a közoktatásból jönnek, mert ha jól tudom, akkor ilyen céges továbbképzéseket is meg lehet valósítani a platformon. Igen, az előfizetőinknek nagyjából a 10-15% a és előfizetés, vagy hát ilyen vállalati oktatásra használja. A platform az, az egy univerzális eszköz biztosít, lehet használni felnőtt oktatásban is, egyetemi oktatásban is, általános és középiskolai oktatásban is. Mi terjeszkedés szempontjából a, az általános és középiskolákra koncentrálunk. Most, ez nem jelenti azt, hogy ezt nem fogjuk bővíteni ezt a célközönséget a, a jövőben, de a, most a felnőtt oktatás az nagyjából 10% a Redmentán belül, vagy illetve az előfizetőkön belül, és nagyon izgalmas egyébként a, a portfóliónk, tehát a Magyarország egyik legnagyobb foglalkoztatója a MÁV és a Redmentát használja, igazából a vasutasoknak a képzésére, pontosabban hát a vasutastól a pénztárosig mindenkit képeznek ők, és ott, ott Redmentát használnak. Van nemzetközi gyógyszergyártó cég, akivel szerződtünk nemrég, és nemzetközi, nagyon híres autógyártó cég, akivel szerződtünk, tehát ö, igazából annak ellenére, hogy nem fordítunk egy perc figyelmet sem a marketingben és a business developmentben az üzleti szektorra, annak ellenére rendesen nő magától. És a közoktatásban a terjeszkedést azt hogy kell elképzelni? Feltételezem nem az van, hogy járjátok az iskolákat és kopogtattok, hogy van egy ilyen tök jó programunk. Nem Magyarországon, szerintem a legjobb módszer a hozzánk hasonló cégeknek az az, hogy jelen van a kiállításokon és, a, és az ilyen pedagógus rendezvényeken. Szerintem ez az egyetlen és leghatékonyabb módja. De Vannak... akkor ott ki, ki tudja próbálni magad a tanári személyesen? Vagy... A kipróbálás mindig otthon történik. Uh -huh. De az, hogy mit akar kipróbálni, az, az ott vannak ilyen kis kapuk, amikor a figyelmük elkapható. Egyébként a pedagógus az a egyik legelfoglaltabb típusú ember a saját tapasztalatom szerint, úgyhogy nehéz velük megtalálni azt, hogy, hogy mikor érdemes hozzájuk beszélni, de vannak ilyen pillanatok, és ezek nagyon értékesek mert akkor személyesen ilyenkor egy kétirányú beszélgetést lehet folytatni, azt is meg lehet hallgatni, hogy milyen problémáik vannak, mi az, ami nekik, ha használták akár a Redmentát, akár hasonló rendszert, akkor milyen tapasztalatok voltak, milyen kihívásokkal találkoztak, mert akkor mi ezt bele tudjuk építeni a, a fejlesztésbe. De egyébként külföldön is a személyes jelenlét az fontos, az, hogy látogassunk helyi rendezvényeket, vagy az, hogy legyen uh, helyi partnerünk, aki viszont helyettünk látogatja a helyi rendezvényeket. Volt ilyen emlékezetes visszajelzés egyébként, hogy hogy egy tanár mondjuk jelezte, hogy mi az, ami hiányzik neki, és akkor rögtön kapcsolatotok, hogy ó, igen, ezt tényleg meg kéne oldani vagy fejleszteni. Az a helyzet, hogy ez, ez mindennapos nálunk. Tehát, hogy hál' Istennek. Egyébként ez az egyik legnagyobb előnye nekünk annak, hogy a magyar pedagógusokkal ilyen szoros kapcsolatot tartunk, hogy igazából ahhoz, hogy egy ilyen rendszert így tökéletesre csiszoljon az ember, és aztán kiadja, ahhoz egy mondjuk egy talán tízszer olyan költségvetésű cégkel, mint a miénk. A mi méretünkben ezt mi úgy tudjuk megoldani, hogy fejlesztünk valamit, és aztán beszélgetünk róla, hogy az milyen jó lett, nem lett jó, ha nem lett jó, akkor alakítunk rajta. Egyébként most egy, az elmúlt egy évben például egy viszonylag nagy hátraarcot hajtottunk végre, pont a mesterség és intelligencia fejlesztések kapcsán. Az első hat hónapban úgy nézett ki, hogy az első pár hónapban még jó irányba haladtunk, aztán a rákövetkező hat hónapban volt egy olyan fejlesztésünk, ami, ami egy rossz irányt jelölt ki, és ezt gyorsan felismertük, hál' Istennek, mert sok visszajelzést kaptunk, mert aktívan tudunk beszélgetni a pedagógusokkal, és gyakorlatilag a nyári szünetben, amíg, amíg pihentek addig, mi hoztuk a légkalapácsot, feltörtük a betont, a frissen megszáradó betont, és, és újra húztuk az AI rendszerünket egy egészen más logikát követve, és egyébként nagyon jó visszajelzéseket kapunk, de vannak ilyen apróbbak is, tehát hogy vannak ilyen nagyobb jellegű visszajelzések, vagy ilyen nagyobb ö, kihívások vagy problémák, amikről kapunk visszajelzéseket, de olyan kéréseket is kapunk, hogy ö, például a, ezek a hagyományos ilyen ö, tesztrendszerek, amiből a RedMenta is kinőtte magát, olyan betegségekkel küzdenek, mint például, hogyha a diáktól mondjuk bármilyen számítást kérnek, akkor a pedagógus előre meghatározza, hogy a megoldás az a három méter, és a diák meg valahogy mindig megtalálja azt a mértékegységet, amiben, amiben leírja a megoldást, ami tartalmilag helyes, de hát egyébként nem az volt meghatározva, és ilyenkor a, ezek az automata javítórendszerek ezek kudarcot vallanak, és erre kaptunk most a nyár elején egy igényt, hogy hú, ez tök jó lenne, hogyha ha felismerné a, a, rendszer, hogy, hogy tartalmilag helyese vagy sem, és ezt e, igazából a nyári szünet alatt bevettük a fejlesztési csomagba, lefejlesztettük, és ezek apróságok de hogy közben meg e, egyetlen egy ilyen apróság, mondjuk egy matek tanárnak, hogy összeadjuk a teljes havi munkáját, akkor akár egy ilyen fél egy órát is meg tudnak neki spórolni. És ez csak egy apróság abban a hatalmas nagy e, ilyen mankóban, amit egyébként a Redmenta tud nyújtani a pedagógusnak. Mm, ugye említetted, hogy az AI módszert alkalmazzátok, Nekem úgy tűnik, hogy egész jól sikerült, hiszen az év elején megnyertétek az oktatási oszkárt is, ugye a Beto Hordzot. Igen. Ezzel kapcsolatban két kérdésem lenne. Egyrészt tudnál-e arról egy kicsit bővebben beszélni, hogy hogyan használjátok az AI-t, hogyan jött egyáltalán az ötlet, hogy erre felé induljatok el, vagy ez már az induláskor egyértelmű volt, hogy azt akarjátok használni. Illetve a másik, hogy azon kívül, hogy ez egy hatalmas elismerés, tud-e valamiben segíteni nektek ez, akár mondjuk a külföldi terjeszkedésnél ez jó -e? Tehát lehet-e lobogtatni úgymond a papírt? Abszolút lehet. Igazából ez a legnagyobb előnye, hogy nagyon szaturált az oktatás technológiai piac a nemzetközi szintére. Bár talán a nagyon sok piac is szaturált, de ez, ez, egy kifejezetten szaturált piacnak mondható, és nagyon nehéz kitűnni mert a messziről jött ember azt mond, amit akar, meg egyébként is miért higgyünk bárkinek, viszont hogyha ha fel tudjuk mutatni, hogy de minket a világ legnagyobb presztízsel rendelkező oktatás technológiai versenyén kitüntettek első díjjal, AI kategóriában, akkor kitűntünk. Tudnál le arról beszélni egy kicsit, hogy hogyan működik az AI nálatok, mire mm -hmm. használjátok pontosan? Alapvetően a, az igény az már a, a kezdetekben megszületett. A, már az ős rendszerben is benne volt az, hogy csak fél megoldást tud nyújtani a pedagógusok számára. Ugye azon, onnan indultunk ki, hogy volt egy feladatlap rendszerünk, amiben, hogyha a tanár egy viszonylag intenzívebb munkával létrehozta azt a feladatlap adatbázist, amiből ő dolgozik, akkor onnantól kezdve a dolgozatok javításával, vagy a házi feladatok javításával ő egy csomó időt tud spórolni. De, csak az zártvégű végű kérdéseknél, tehát azoknál a kérdéseknél, ahol egy határozott, exakt válasz van. Egy szikű, vagy kétszikű? Ez teljesen egyértelmű. Viszont, hogyha valamit jellemezni kell, az már egy nyílt végű kérdés. Sokféle jó válasz lehetséges ugyanarra a kérdésre, az már egy kicsit nehezebb dió. És igazából itt tudtuk azt, hogy a mesterséges intelligencia fogja tudni megteremteni azt a valódi, ilyen egységes rendszert, ami egyrészt a belépő munkát is megspórolja a pedagógusnak, hiszen nem kell, nem tudom, hosszú órákat, napokat, vagy akár heteket eltölteni, hogy mondjuk a három év folyamára kidolgozza a, a, megfelelő, nem tudom, történelem feladatsort, a témazároktól a házi feladatokon át bármíg, hanem egyszerűen alkalmaz egy AI asszisztenst, ami segít neki összeállítani és majd végigmegyek a többi lépésen is, de azért ez nagyon fontos, hogy itt nem az van, hogy lenyom egy gombot a tanár, és akkor kap egy végeredményt. Ez egy ilyen közös alkotási folyamat ilyenkor a mesterséges intelligenciával, és egyébként ez az, amit mi most változtattunk, említettem, hogy először rossz irányba indultunk el, Pont az volt a rossz irány, hogy lenyomott a egy gombot, és kapott egy tartalmat, és aztán lehetett tippelni, hogy mennyire volt jó gondolatolvasó a mesterséges intelligenciát, Aha. és mennyire és azért kellett átalakítanunk egy olyan, egy olyan, munkafolyamatot kellett kialakítani, amiben a pedagógus sokkal jobban be van vonva a paraméterek megadásában, hogy, hogy sokkal inkább egy ilyen pingpongozás legyen, egy párbeszéd legyen az anyagról. Oké, okay, most ezt készítettem, ezen mit változtassunk ahhoz, hogy, hogy legyen, Akkor elmondja a pedagógus, hogy jó lenne, hogyha a fókusz változna erről erre, vagy legyen nehezebb, vagy legyen könnyebb, vagy csináljunk inkább három differenciált feladatlapot, Ugyanarra a témára egy könnyű, egy közepes és egy nehéz. Vagy legyen egy külön egy diszlexiásoknak, vagy legyen egy külön, ami mondjuk kicsit játékosabb, vagy egy sztorisabb. Tehát, hogy ezt a fajta ilyen alkotási folyamatot, ezt egy párbeszédé alakítottuk ki, ahol lényegében egy konkrét interaktív tartalomról beszélgetnek a, a, pedagógusok a mesterség és intelligenciával. Tehát egy ilyen társalkotási folyamat jön létre. És a másik nagyon fontos dolog, amivel abszolút kiegészült a rendszer, amit már említettem, hogy a, hogy a diákok munkájának a, az értékelésében is nagyon jól lehet használni a mesterséges intelligenciát. Csak ugye a hagyományos tesztrendszerekben csak az árt végű kérdéseket lehet kiértékelni, ami hasznos és jó, de hogy a, a valójában sokkal nagyobb pedagógiai értéke van mondjuk egy eszéiratásnak. És az eszéknek a kiértékelése az viszont még mindig egy, egy borzasztóan időigényes folyamat. És itt sem arról van szó, hogy oké, okay, egy gombnyomás, és akkor kírja a gép, hogy hármas alá, hanem itt is sokkal inkább arra tettük a hangsúlyt, hogy egy értelmes visszajelzést adjon először a pedagógusnak, hogy mik voltak a diák erősségei és gyengeségei, azonosítsa azokat a hiányosságokat, amik az eszében kitűnnek. A pedagógus ezt felülbírálhatja, átalakíthatja, vagy törölheti úgy, ahogy van, vagy hozzáírhatja a saját gondolatait, vagy a saját értékelését, de nem nulláról kell kezdeni a munkát, és és ez már egy óriási segítség. És e, ugye itt az egy nagyon fontos dolog, hogy a digitalizációról mostanában az osztálytermekben alkalmazott digitális eszközökről sok a vita. Hogy valójában a digitális eszköz sokkal több lehetőséget biztosít a tanulónak. Például egy digitális eszköz biztosít arra a lehetőséget, hogy, hogy szóban mondja el a válaszát egy videófelvételben mondja el a válaszán. vagy egy, egy gondolattérképet rajzoljon le, vagy rajzolja le a fotoszintézis folyamatát, vagy a tudom én, a sejt energia leadásának a folyamatát. Ezt le lehet írni eszében is, de mennyivel másabb, amikor az ember ábrákat készít. És ez a mesterséges intelligencia abban tud segíteni, hogy nem csak az eszéket, mint nyitott végű kérdéseket, hanem a videós válaszokat, az ábrákat is ugyanúgy ki tudja értékelni, mint egy nyílt végű kérdés. Sőt, a Redmentában van arra lehetőség, hogy a, ezek az AI asszisztensek, ezek a feladatlapban egy, egy chatbotot hoznak létre amiben a diák mondjuk egy szerepjátékot tud játszani bárkivel. Ha mondjuk a téma Kolumbusz Kristóf, akkor a szerepjáték lehet az, hogy, hogy megérkeznek az új világba, és egy, egy helyi őslakossal kell valamiféle párbeszédet folytatniuk egy ilyen csetes formában. És akkor az a chatbot ez úgy viselkedik, és úgy kommunikál, mint egy ilyen őslakos ebben az esetben. És ennek is óriási pedagógiai értéke tud lenni, hiszen a, a diák egy ilyen sokkal izgalmasabban módon tudja felfedezni a, a tananyagot, sokkal többféle módon, találkozik a tananyaggal, ami a, az információ berögződésének az egyik alapfeltétele, vagy az egyik alapvetése, hogy minél több formában halljuk ugyanazt az információt, különböző szituációkban, különböző időszakban, különböző megjelenési formában, annál jobban rögzül be. Tehát, hogy önmagában a, nem csak hogy a készségfejlesztésben óriási előny egy ilyen eszköznek az alkalmazása, hanem a tudás megszerzésében is óriási szerepet tud nyújtani. De hogy nem mindegy egyébként, hogy, hogy mire használ a diák a, ezeket a chatbotokat. És a Redmentában így kontrolláltan tud lezajlani ez a folyamat. Így a Redmentában a pedagógus végig tudja követni a párbeszédet. vég tudja követni, hogy a diák mit kérdezett, és a rá milyen választ kapott. És ami az egészben a legjobb, hogyha ennek van egy előre meghatározott pedagógiai célja, akkor a, az értékelő asszisztens meg ki tudja értékelni a párbeszédet. Hogy tényleg kiszedte a diák azt az információt, tényleg megtalálta-e, tényleg részt vette a szerepjátékban úgy, ahogy az meg volt határozva. És akkor ezek után mi lehet a következő lépés fejlődésben? Tehát, hogy ö, mit láttok? Van már ilyen kitűzött cél, hogy mit szeretnétek elérni, vagy ez folyamatosan változik? Termékfejlesztésben, hát igen, rengeteg kitűzött célunk van. Alapvetően maguk a mesterséges intelligencia modellek azok őrült iramban fejlődnek, és egyre több lehetőséget biztosítanak. Tehát itt ugye talán aki ezzel foglalkozik, a multimodál kifejezést már jól, jól ismeri, hogy az, hogy a, a diák minél több formában tud a mesterséges intelligenciával foglalkozni vagy kommunikálni. Csak egy megjegyzés egyébként, hogy nemrég a norvég oktatási miniszter egy beszélgetésben elmondta, hogy, hogy túl fognak lépni a tankönyv alapú oktatáson, és mesterséges intelligencia alapú oktatásra fognak áttérni mert egyszerűen sokkal hatékonyabbá teszi a tudás átadást is, és a készségfejlesztést is a diákok számára. Titeket mennyire érint egyébként a mobiltelefonoknak az iskolai tiltása? Igazából sem mennyire? Erről nehéz beszélni, mert hogy ez egy politikai váltett kérdés, pedagógiailag eddig se lehetett az órán mobilozni. Csak akkor, amikor a pedagógus erre kifejezett utasítást adott. Ez elvileg nem változik most. És ezen, ezen ezt nem érinti ez a törvény. Értem a politikai, vagy látom mögötte a politikai szándékot, de annak nincs köze a szerintem a pedagógiához. És ezen egyel túllépve egyébként mennyire befogadóképes a magyar oktatási rendszer az innovatívabb megoldásokra? Az oktatási rendszer az egy ilyen nagyon sokrétű dolog, van nagyon befogadó része. Ez jó diplomatikus, sokat. igen. Hogy látod egyébként jelenlegi formájában mennyire képes arra a mesterséges intelligencia, hogy mondjuk személyre szabottan is értékelje a diákok teljesítményét? Tehát, hogy például meg tudja mondani, hogy mennyit fejlődött egy eszéírásban a tanévelejéhez képest egy diák? Abszolút tudja, és ez az egyik legnagyobb ereje most, amit ki tudunk belőle nyerni. A közoktatási rendszerek azok alapvetően egy olyan kihívással küzdenek, hogy az osztályteremben nagyjából, hát Európában, ha jól emlékszem, akkor átlag 16 diák ül egy teremben. Itt van jóval több. Valamennyivel több egyébként, igen. Változó egyébként mekkora az osztály létszám. De hogy egyszerűen nincs az a tehát a pedagógus nem tud ennyi felé szakadni, nem tud ennyi egyedi tartalmat, egyedi igényekre, még arra sincs ide, hogy felmérje, hogy kinek milyen igénye lenne, vagy, vagy kinél milyen módszer működne a legjobban. A, az a rendszer, amit most mi kínálunk, az pont ezt tudja, hogy azonosítja minden egyes diáknál a fejlesztendő területet, azt is, hogy hogy ezt hogyan lehetne, milyen tevékenységgel lehetne a legjobban fejleszteni, és ad rá egy olyan interaktív feladatlapot, ami ebben azt a tevékenységet tudja alkalmazni. Tehát az adaptivitás, meg a személyre szabott tanulási utaknak a kialakítása, az egy óriási előrelépés lesz az oktatási rendszerekben. Ez az, amit mi is most, vagy mi is a mesterséges intelligencia segítséggel mi is tudunk kínálni most. Még megütötte egy olyan a fülemet, hogy direkt diszlexiásoknak fejlesztett feladatlapot is tud csinálni. Mennyire volt ez cél az elejétől kezdve, hogy mondjuk a különböző sajátos nevelési igényű diákokra is lehessen optimalizálni a feladatlapokat? Hát nagyon nagy szempont volt, amikor mi ezt kialakítottuk, de az a helyzet, hogy Magyarországon ha jól emlékszem, számokban nagyon rossz vagyok, és mindenki nézzen inkább utána, mielőtt elhinni nekem, amit mondok, de, de nagyjából 40 a nem ütöttem. A nyolcadik évfolyamosok, ez a, ez a, tavalyi felmérésnek a, az eredménye, nyolcadik évfolyamosoknak a 40 a nem ütötte meg azt az olvasási szintet, ami a minimálisan elvárt ahhoz, hogy munkát tudjon vállalni. Tehát, hogy igen, persze a, a diszlexiások és bármilyen egyéb tanulási nehézséggel vagy figyelemzavarral küzdő diákoknak a problémáira nagyon jól lehet ezeket alkalmazni, de hát itt sokkal nagyobb kihívások vannak egyébként. És egy óriási probléma az, hogy valójában a általános iskolát végző diákoknak a jelentős része egyébként megkapja feladatként a kötelező olvasmányoknak az elolvasását. De valószínűleg a töred, töredéke megy át belőle. Tehát, hogy egyszerűen rosszul van felosztva az, hogy hogy melyik korban milyen könyvet kell elolvasniuk. Nincs a tanulónak az egyedi uh, olvasási készségére szabva ez a dolog. És erre a technológia egyébként alkalmas, a Redment alkalmas arra, hogyha felméri bárkinek, hogy a, az adott tanulónak milyen olvasási szintje van, ez egyébként nagyon jó, ilyen felmérő rendszerek vannak, ha ezt felméri, akkor a RedMentában például lehet olyat, hogy az önálló tanulásra készített feladatlapok, amik egyrészt a tananyagot is, és a gyakorló feladatokat is tartalmazzák azok úgy legyenek megszövegezve, hogy az a diák értse, aki az adott olvasási szinten áll. Tehát, hogy, hogy, ez nagyon fontos egyébként, hogy igen, előfordul olyan, hogy valaki lassabban fejlődik az olvasásban, de ez ilyenkor egyenesen, direkt módon hatással van arra, hogy minden más tantárgyból csúszik le. Viszont nem kellene, hogy, hogy lecsúszson. Tehát, hogy vannak -e erre eszközök, a Redmenta egyébként alkalmas erre, a kérdés a hajlandóság, hogy mennyire vesszük észre, hogy ezzel a problémával tényleg foglalkozni kell. Igazából lassan az időnk végére érünk, úgyhogy én még annyit kérdezem meg, hogy uh, ugye az utóbbi időben több befektetést is kaptatok, tehát több befektető érkezett hozzátok. Egyszer volt olyan, hogy egy teljes felvásárlást ugye a cápák közöttben visszautasítottatok. Arról tudnál egy kicsit mesélni, hogy az miért, és hogy uh, Ezekkel a pénzekkel, amiket kaptatok, milyen irányba indultok el, illetve igen, merre hmm. tudtok fejlődni? Hát ez egy csomor volt. Szerintem a felvásárlási ajánlat is annak ennek a része volt. volt. Igazából, ha mindenki azt mond, miért nem mondtunk egy összeget. Azért nem mondtunk összeget, mert hogyha mi azt a szándékot mutatjuk, hogy amúgy mi nagyon könnyen eladjuk a cégünket, akkor se a felhasználóink, se a befektetőink nem, veszik komoly, nem vesznek minket komolyan, nem veszik azt komolyan, hogy mi, mi tényleg akarjuk csinálni ezt, és van elhivatottságunk. Ebben az ügyben fel kellett ismerni, hogy abban az esetben ez egy szórakoztató dolog volt, de nem volt különösebb jelentősége hogy hova megyünk egyébként a befektetésekkel, mert nagyon komoly befektetéseket is kaptunk a műsor után. Egyrészt a műsorban is volt olyan befektető, aki ott érdeklődött, és később be is szállt a cégbe, talán ezt el lehet mondani, hogy az egyik ilyen befektető balok petya, de mellette más befektetők is csatlakoztak, nagyobb befektetők is, illetve külföldi befektetők is, egy hongkongi oktatási szakértő is befektetőként beszállt a Redmentába. Tehát a fő cél akkor most abszolút a nemzetközi terjeszkedés? Ugye, bocsánat, nem emlékszem pontosan, milyen számot mondtál, hogy meddig mehet fel a felhasználószám? A nemzetközi terjeszkedés. Alapvetően mi látjuk a potenciált a víziónkban. Látjuk azt, hogy ez egy olyan termékké tud válni. Vannak egyébként hasonló befutott oktatási termékek a világpiacon, akik ezeket a számokat elérték. Az út előttünk van, nekünk megvan az elképzelésünk, hogy ezt hogyan fogjuk tudni megvalósítani, ezt kell végigjárnunk. Hol látod magadat és a céget mondjuk 15 év múlva? Lehet 10 is. <laughs> Beszéljünk 10 éves, 15 év, az nagyon messze van. <gül> <gül> Magamat sem látom 15 év múlva. 10 <laughs> év múlva... Alapvetően a, amit én látok, hogy most a mesterséges intelligencia a kiadói piacot nagyon meg fogja változtatni. Mert a mesterséges intelligencia egy generált tartalommal fog tudni belépni, vagy kategóriát hoz létre, ami, ami korábban nem volt, és alapvetően a tartalmat az, az kiadói irányból jött. És itt nem feltétlenül könyvkiadókra gondolok, hanem inkább a, a tankönyvkiadókra gondolok, ami egy nagyon sok milliárd dolláros üzlet. És alapvetően én azt látom, hogy a tankönyvkiadói piac az, ami durván le fog csökkenni. És az olyan megoldások, mint például a Redmenta, fognak betörni ezeknek a helyére. És akkor egy utolsó kérdés, amit minden vendégünknek felszoktunk tenni, az pedig az, hogyha egy jó tanácsot adhatnál egy olyan embernek, aki most akar vállalkozást indítani, akkor mi lenne az? Legyen üzleti terve? <gül> <gül> Próbálja meg élvezni a, a küzdelmet megküzdelmes lesz. Az biztos, hogy küzdelmes lesz, az biztos, hogy rengeteg kihívás lesz, az biztos, hogy nehézségekkel fog találkozni. A kérdés az, hogy mennyire találja szépnek ezt a dolgot. Neked mi volt a legnehezebb pillanat? Alapvetően a, nekünk most a kihívás az az, hogy, hogy mi startup fázisban vagyunk, tehát tőke tartalékból működünk, vagyis a befektetett tőkéből előre van finanszírozva az a csapat, ami most dolgozik. Nekünk most a legnagyobb kihívás, hogy elérjük azokat a célszámokat, amivel vagy hogy is mondjam, önjáróak tudunk lenni, vagy pedig egy következő befektetéssel még egy nagyobb növekedést el tudunk érni. Szerinted mikor lehet nyereséges a cég? akár már most is azt tudna lenni, csak akkor nem növekednénk ilyen gyorsan. Ez, ez, egy... Valamit valamiért? Valamit valamiért, igen. Tehát, hogy most azért növeltük akkor a kiadásra a cégünket, vagy kiadási szintre a cégünket, azért van most akkor a csapatunk, hogy a növekedést azt ebben a fázisban megtoljuk. Ez egy tudatos, ilyenkor egy, egy mínuszos járat, de tudatos és tervezett dolog. Természetesen azt kell nézni, hogy a növekedés az a megfelelő szintű legyen, és akkor ezzel nincsen gond, de hogyha nem olyan szintű, akkor is lehet kiigazításokat tenni, csak nem szeretnénk. Nem szeretnénk. Tiszta sor. Fisit Zoltán, Aredment, a a társalapító és ügyvezetője. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, nektek pedig, hogy meghallgattatok. Sziasztok! Köszönöm szépen a meghívást, sziasztok! Vásd velünk valóra! A műsort a Raiffeisen Bank támogatja.